Fehér Atennak hívnak, 22 éve foglalkozunk gyümölcstermeléssel, nagyon sok kihívásban, fagyban, bajban volt részünk, úgy gondoljuk és úgy érezzük, hogy az idei évben találtuk meg azt a megoldást, hogy ez a óriási egy fagykáraktól valamilyen szinten megszabaduljunk. Matul Árpád vagyok, 2002-ben telepítettük ezt az ültetvényt, amit itt láttok. Ez 3 hektár Elena Presenta, mellette van még 2 hektár top, így összesen 5 hektár szilván van. Ez egy biztos is egy jó megoldást ad. Ugyanúgy a technológiába kell iktatni, mint hogy virágzáskor megyünk 2-3 felszívódó blokkal, tehát a molyok elleni védekezés, ez most kezdődik azzal, hogy tavaszi virágvédelem, kémészerek, után pedig fagyvédelem. Ez már teljesen a technológia része kell, hogy legyen. Láttuk az interneten ezt a gépet, amit mi vásároltunk, és hát első ilyen szkeptikusok voltunk ebben a témában, nem nagyon hittünk benne, de megmondom őszintén, időre megérkezett a gépünk, elkezdtünk vele dolgozni, 3 éjszakán keresztül éjjel-nappal mentek a srácok, a kollégáim, meg tudjuk ezt oldani, és ilyenre sikeredett, amilyen most látjuk. Ilyen lett az ültetvény. 2022-ben géppályázatra meg is vásároltam ezt a berendezést, amit most idén tavaszon ki is próbáltunk, illetve eredményesen védekeztünk. Ez a géppályázatot társult egy METOSZ metrológiai állomás is, úgyhogy erre alapozva készültem föl, kémiai szerek előtte kondicionáljuk a növényt és a virágzatot, de még valami plusz rásegítést kell, mert ha egy-két éjszaka elfagyunk, akkor ugye egy egész évre rányom a bélyegét, és nagyon komoly anyagi hátrány szenved az ember. Súnyi módon egy nap betört ide hozzánk, amire nem számítottunk, és nem jelezte az időjárás jelentést, tehát az egy kicsikét az nem igazán jól sikerült. Utána, amikor egyértelműen jelezték előre időjárás jelentésben, hogy lesz fagy, akkor indultunk neki a védekezésnek. Mi nyugta előtt egy olyan órával kezdtünk el védekezni, elindultak a kollégáim, és gyakorlatilag egész éjszaka mentek. Tehát ez azt jelentette, hogy 6 órás váltásban mentek a fiúk, és mentünk, tehát azon voltunk, hogy mozgassuk a levegőt. Sajnos ez egy olyan terület, hogy például jobb oldalunkon itt mínusz 4,6 fokot mértünk. Ahogy jöttek befelé, melegebb volt. És ahogy mozgattuk a levegőt, tehát látszik azt, hogy a külső rész egy kicsit jobban megfogta ideg, de ahogy mozgattuk a levegőt, itt egyértelműen látszott, hogy a fagyot megtudtuk, tehát 3 fokot, 3,5 fokot tudtunk pozitívba csalni. 2 nap volt egymás után, amikor ilyen nagyon komoly hideg volt, és ami nagyon érdekes, hogy szállított fagy volt. Szóval nem is kisugárzott, hogy szállított fagy volt, és a talajszinten mínusz 4, mínusz 5,5-öt is mértünk, és a leszívott levegő az egy mínusz másfél, mínusz 2 fokos volt, szóval nem plusz szívtunk le, de ennek ellenére teljes sikert értünk el, az abból látni, hogy nagyon egyszerűen megnézzük a virágot, 100 virágot leszettünk, elszórtan a fának felső, középső, alsó részéből, és azt lehet mondani, hogy 1-2% fekete bibe volt. Vagy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez a védekezési móddal 100%-os sikert értem el a fagyvédelemben. Egy másik földön, én személy szerint egy másik földön védekeztem szintén cseresznyébe, füstöléses, hagyományos régi technikával, hát sajnos 20%-os eredményt értem el. Tehát a kettő között óriási különbség, és ez a területünk, ez mindig fagyosabb. Tehát amikor a másik területünk nem szokott megfagy, ez akkor is megfagy. Tehát egyértelműen látszott az, hogy ezt kell elsősorban védenünk, és most idejében ez be is jött, hála Istennek. Tehát óriási szerencsénk volt ilyen tekintetben. Ő 2 traktorral kétféle védekezést hajtottunk végre, itt a lékeverés, és ott pedig egy, azt lehetne, egy hagyományos, sima, permetezős, vizes megoldás. Hát az nem volt hatékony. Azt lehetett látni, gyakorlatilag az a 40-45% virág, ami virágban volt, a sikerült teljesen megfagyasztanom. Ennek sajnos megvan az eredménye, mert ott egy szűk 40%-os termés van, itt meg azt lehet mondani, hogy 85-100% között van fánként változóan. Inkább azt látom megoldásnak, hogy még egy ilyen légkeveréses géppel kell beállni, és két géppel védekezni. Ez egy biztos is egy jó megoldást ad. Azt látni, hogy a top az virágzó állomány szerint az ismét
egy közel 100%-os termést ad. Ezek a top ültetvények nekem ezek közel 40 tonnát tudnak hektáronként. Most a 20 tonna lesz rajta örülök, vagy az alatt, és ha már ezt a kieső értéket számolom, akkor az már gyakorlatilag majdnem egy több mint egy 3 RGP árát is most sikerült lefagyasztanom azon az egy éjszakán. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ha most akárcsak kölcsönben lett volna még egy másik, akkor már egy gépára szinte megvan, vagy ha hozzáveszünk azt, hogy ez az ültetvény, ez a 22 éves ültetvény, ez is még mindig 30 tonna fölött tud hektáronként, ami most rajta is van, míg szembe egy fél termés 16-18 tonnával, akkor már gyakorlatilag ebbe az évben megjön az ára. Egy vagy max. 2 év alatt megjön. És azt lehet a tapasztalatok alapján mondani, hogy szinte minden évben kell már számolni faggyal, az mindig kérdés, hogy most ez 2-3 nap, 1-2 nap, mínusz 2-3 fok, vagy mínusz 5-6-8 fok. Gyakorlatilag mi pályáztunk erre a gépre, ezt a pályázatot megnyertük, sikeresek voltunk. Azért volt a pályázathoz egy 8-as pályázat, ez pluszba kellett még hozzátennünk pénzeket. Tehát mi úgy számoljuk ki, hogy ha normális körülmények között el tudjuk adni a cseresznyét, akkor a gépárának gyakorlatilag a 75%-et visszakapjuk, még a pályázat gépárának is 75%-et visszakapjuk. Tehát ez innentől kezdve egy nyereség. Tehát ez a gép nem egy évre vásároltuk, nem is egy szezonra. Én bízunk benne, hogy ez a gép sokszorosan vissza fogja nekünk még hozni az árát, mert volt értelme. Az is tetszett, hogy ez a megoldás nekem mobil, hogy ha kell, akkor itt védekezek, ha kell mondjuk a megybe, vagy éppen a bodzába, úgyhogy nekem ez egy kézenfekvő megoldásnak tűnt. A fogyasztás az úgy jött ki, hogy óránként 10 liter gázolaj védekezésben, ez a magas fordulaton. Másfél-két tankkal végvittünk egy egész időszakot. Ha minden költséget összeszámolok, munkabéreket, egyebeket, eratetre levetítve, én úgy gondolom, hogy 200 ezer forinton belül megálltunk a költségekkel. Három összköltséget, a munkabér, a társadalombiztosítás, a gázolaj költség, még a kávék is benne, amit kihoztam a fiúknak. Tehát ennyiből kijöttünk, ami szerintem nagyon jó. Szkeptikus vagyok az ilyen csodadók kapcsolatosan, de ez úgy néz ki, hogy bejött. Tehát ezt mi elismerjük, hogy ez a gép, ez a dolog bejött nekünk, ez egy pozitív dolog. De hát látni lehet a fákon.